szépen, nekem megmutatták Bős Nagymarost, beléptem a Dunakörbe. Egészségtelen, még ki belépett bele, mondja meg, Dunakörbe. Szabad kőművesekhez nem akar belépni, Karcsi. Azt ugyan miért lenne magának jó? Mert maga mindig szabad akar lenni, csak kőműves nem akar lenni. Jó, de még van megtermék ez a Szent Szövetségben, ha még be kéne lépni, és akkor mehetne, mint Napóleon, és elvenni Arzenburg, mert ugye vert a Napóleon a Mária Luizát, hogy vert el? Hülyeséges tudok, elég volt, mert mindjárt kiürítettem a téglagyára. Jó van, éhes disznó makkal álmodik. Szóval... Itt az erőmű, jön egy kisebb, egy ekkora kis szeizmográf, már az egész Gellért hegy a Dunába van. Itt a szoborra lejtjük. Adja ide izét, mert le kell a gyűlést itt. Ne te, Sanyi, Sanyi, ez ne hajoljon le, mert hányatott élete van. Az az igazság, hogy most jön a francia forradalom. Milyen főnök? Francia forradalom. Az jön. És a 200 éves évforduló, hogy lerombolták a izét, a Bastillét. Mert kitört a Bastille. Ajjaj, hány halott az? Az nem olyan, mint a Vezúv maga hülye. Jön a forradalom évfordulója. Az jó. Ez azért volt, mert elmondom mi volt, én mondom el mi volt. Maga mondja el. Úgy történt, hogy a király a 16. kerületi Lajos bement a labdaházba golfozni. Akkor jöttek az emberek. Na hagyja már végig magad! Én mutattam neki! Amilyen hülye ki fog menni keresni a golyót, ha menjen a szemben! Szóval, ott elmondom el, hogy mi van. És bejöttek a proletárok, és azt mondták, hogy ilyen infláció, és ez golyózik. Meg a feleséges golyóz, már az izével a feleséggel. És akkor... Komolyan mondom, hogy ezt még életemben nem láttam. Mindjárt mondom, hogy lábhoz meg raportírozom, hogy ilyen nincsen. Mit csináltak a franciák? Na mi jár a maga ezt? Na mit csináltak a franciák? Franciáltak! Na mit csináltak? Menjél a fele! Mit csináltak? Jóva! Jóva! Elég volt a rohadt életben! Elég volt! Gusztustalan pornográfok! Örök meg a szállat! Mennyivel kezdődik a maga személyi száma? Másféle? Másféle? Ez a gondolás a szatvonodik. Ne izgassak! Ne esem bele már. Nem érdekel. Elmondom, hogy mi van, elmondom a történelmet. Önök mondja ezt. És akkor megcsinálták a Gironde pártot, meg a Jakobinus pártot. És ott még magyar internacionalisták voltak a Jakobinus elvtársak között, a Martinovics elvtársak is. És elment oda. És akkor az angolok is szolidaritás volt. Ott volt az angolok forradalom vezére, az Olivéra, hogy hívták? Trist. Convent Olivér. Cromwell vagy, nem tudom, hogy... Cromwell Olivér. Cromwell. És fölálltak ott a síkságon, ilyen a katonái neki, arról voltak híresek, hogy ilyen hatalmas nagy vastüdők voltak rajta. Művesek. Ja igen, nem. Amit a Kádár rátesz a hordóra, hogy hívja? Takkönyv. Nem! A Kádár tesz ilyen nagy pántot. Vasbordisták voltak, na ez az. Vasbordistáknak hívták őket, Romániából mentek át internetre. És ők mondták azt, hogy bízzál Istenbe, és tartsál azon a pudertartót, a izét tartó. A vakszaktort. Engem egyébként ez nagyon érdekel, mert most, amikor bevezették hozzánk is ezt a francia adót, rengeteg dolgot látok rajta. Mert már legalább lehet ezeket fogni. Mert ez is a pluralizmusnak az eredmény, látja főnök? Pluralizmusnak. Hogy maguk milyen hálátlanok, pluralizmus. De tessék, álljon meg, várjon már! Nem várok már! Várjon már! Maguk milyen hálátlanok, hogy elfelejtették, hogy mennyi jót adott ez a rendszer. Ott volt például, igen, 50-es években fölépítettük Stalinvárost. Nagyon, várjon már, egy pici Stalinváros. 50-es években mit csináltak maguk itten? Gyapotot termeltek, mi? Jó, hogy nem néger hormoninjekciókkal injekciózok be minket. Inottam, 54-ben maradjál, 54-ben, mondom őszintén, 1954-ben a Széchenyi jelen, azt mondta az én kedves feleségem? Mit mondott a maga felesége 54-ben a Széchenyi jegyen? Menjen innen! Jó, mit mondott a maga felesége 54-ben a Széchenyi jegyen? Kérem a jegyeket! Miért mondta ezt? Ott
úttörő vasutas. Hát azért és amikor 56-ban, amikor 56-ban, amikor... 56-ban az én kedves feleségem azt mondta nekem Balatonbogláron... Mit mondott a maga felesége 56-ban Balatonbogláron? Mit mondott? Kevés a befő. Persze, valva dobálták a szovjet tankokat, nem szégyeli van ugat? Igen, de a Szovjetev társak azóta is visszajárnak, mert ilyen jó rumos megyet mi sose. Azért van, mert csak a hülye rádió soroksát hallgatják meg, a hülye információkat. Nem igaz, hogy önök, mert igaza volt. Mert igaza volt. És nem csak azt nézzük. Mi hallgassuk azt is, mert megnézzük a televíziót. Most mondtam azt a francia adást is, amiről beszél. Maga bár csak a hülyeséget nézzük és a destrukciót. Kifele innen, elég volt magukon már. Teljesen kimondítja az ember. TV-től a franciáktól, meg bejön már végre ez a Super Channel nálunk. Csepelem, meg bejön a Sky Channel és csepelem. Ez már legalább pluralizmus. De már az semmi, de már a nagybátyám, na ott már bejön az osztrák egy, meg az osztrák kettő, meg a NSZK adó, meg az olasz adó is bejön a nagybátyám. Hol lakik a nagybátya? Münchenben. Takarodj a kifelejében!